Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöjjön az újabb karanténvlog, mert hogy most már a 10 millió energetikai szakértő országa lettünk, de ebből is a legjobb persze a DK. Orbán Viktor láthatóan teljesen hülyének nézi a magyar népet. A Momo. Aztán jön egy kis külön Cseh Katalin. Döbbenten láttam, hogy az Unió mennyire kevéssé érti azt, ami Magyarországon történik. És végül Kóros Lajos teszi teljesen színessé a mai vlogot. A januári nyugdíjemelés minimum 20%-os legyen. Tartsatok most is velünk! Mi mással is kezdhetnénk, mint a benzinár sapka kivezetésével? Mert hogy tényleg 10 millió energetikai szakember országa lettünk, mert hogy mindenhez is értünk. És természetesen szerintem joggal foglalkoztat mindenkit az a kérdés, hogy például mi volt a MOL szerepe? Vajon ők mit csináltak és hogyan? Mikor vezették volna ki, hogyha nem most a benzinársapkát? Tovább? Korábban? De hát ezek mind nagyon érdekes kérdések. Egy dolog azért tutinak tűnik, hogy tovább nem lehetett várni vele. Na de hogy hogyan fog hozzá ez a kérdés, ez a DK? Abban viszont van egy igazi, kemény, hazaáruló, Varjú Laci, akinek a véleményét most mindenki meg fogja tudni. A kormány tegnap este gondolt arra is, hogy betöltse a Saskabari által hagyott űrt. Na most mondj egyet! Sar! Hiszen azt mondták, hogy Magyarországra nem vonatkozó uniós olajszankciók miatt kellett kivezetniük az ársapkát. Te voltál a legbalfaszabb fasz a világon! Azt az ársapkát, amit elmondásuk szerint szankciók miatt vezettek be akkor, amikor még bő fél évvel voltunk a háború kitörése előtt. Orbán Viktor láthatóan teljesen hülyének nézi a magyar népet. Ezek nyilvánvaló hazugságok, amivel a kormány csak újabb megszorító intézkedését magyarázza. Figyelj be, baszolj meg, te hülye kis fasz! Kétszer, két és félszer annyiért fogunk tankolni, mint a Gyurcsány kormány idején. Az olaj világpiaci ára pedig gyakorlatilag ugyanannyi, mint ami akkor volt. Kösz, hogy rohadnál meg! Látjátok, mielőtt elkezdenénk komolyan gondolkodni ezen a kérdésen, itt van ez a gusztustalan szemét Varjú és ez a tróger hazaáruló stílus, mert hogy nekik egyébként tök mindegy, hogy mi történik, csak ellent lehessen mondani. Ha nincs ársapka, akkor miért nem vezetik be? Ha van ársapka, miért nem vezetik ki? Te! Várjuk meg a nyulat! Jön majd holnap meg, de most várjuk! De ma mi várjuk meg? Ha sapka van rajta, akkor azért, ha meg nincs sapka, akkor meg azért. És akkor ott áll és mondja ezeket az aljas szemétségeket. Miközben te is és mindannyian tudjuk, hogy az egész nem szól másról, csak hogy ellenkezzen, belekössön, pánikot keltsen, hergeljen, egymás ellen uszítson. Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Na de, hogyha most azt mondta, hogy mi a fenének kellett ez, akkor emlékezzünk már arra, hogy mit mondtak áprilisban. Nevezhetjük bárminek, a rezsicsökkentés kérdése, ez így tarthatatlanná válik. Ennél jobb melót nem találtál, te faszfej! Mondom, mindig változtatják a véleményüket, és utána kiállnak, és azt mondják, hogy a másik hazudik. De amúgy milyen érdekes, hogy Varjú mester képes volt egy félperces videóba több vágást belerakni, mert hogy annyira hülye, olyan buta, mint a föld, ez se sikerült felmondani ezt a kretténséget. Az olaj világpiaci ára. De amúgy tényleg, ez a Saskabaré, hát gondolkodjunk már el, hogy mi a Saskabaré. Nem hallottam, hogy mit mondott Orbán Viktor? Dehogy nem. A válság jön majd mind az orkán, de elfújja majd őt az Orbán. Kinézi hülyének az embereket? Pont ők beszélnek erről. Hát most 13 hónapig mindenki olcsóbban tankolhatott. Hát mi a franc baj van ezzel is? Hát nálatok mikor volt ilyen 2010 előtt, kisbarátom? Akkor valahogy egészen máshogy működtek a dolgok. És van képetek arról beszélni, hogy ki lop, meg ki az, aki rosszat tesz az embereknek. Hát nézzél körbe, most tényleg az a gond, hogy 13 hónapig az emberek olcsóbban tankoltak. Örüljél már, bazd meg! Hát most kivezették, igen. De ti mit csináltatok volna? Hú, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert te aztán mindent tudsz erről. Úgyhogy, Varjú, tegyél egy jó nagy szívességet mindenkinek. Menj a büdös francba a haverjaiddal együtt, a DKTV-vel, na meg persze a jó gréci mesterrel. Tick, boom. We're bringing the noise. Baby, we bringing our toys. Cikkben 25 szexuális tartalmú fotó van Gréci Zsoltról. A képek annyira ízléstelenek, hogy azokat nem mutatjuk. A csíkhalam tejét belefejtem a teknős ragúba. Jól megkorbácsoltam az egyszemű kígyót, meghámoztam a kolbászomat. Alaposan megrégattam a kiskabaszt. Na de erre a témára van még egy érdekes kis
gondolatunk, mert hogy nagyon megihlette az ellenzéket az ársapka. Nem ez a legnehezebb évünk, azért azt hozzá kell, hogy tegyem. Nem ez a legnehezebb évünk, nem ez a legnehezebb évünk, nem ez a legnehezebb évünk. Mi a fasz? Hát azt hiszem tényleg nem is tagadhatják. A Momó Gyurcsány ifjúsági tagozata lett. Jó nagy nullák, mert mi mások lennének. Itt volt a sötét tónus, az apokaliptikus zene. És közben a sok bunkóság. Kivezették az ársapkát. Na az a baj, bevezették, az a baj. És hogyan ide a MOL? Mert közben azt elfelejtette a Momó mondani, hogy ahogy az ársapkának vége lett, természetesen 95%-ra emelték az extra profit adót a MOL-ra, ami egyébként a befolyt összeg, az bekerül a rezsivédelmi alapba. De ez nyilván titeket nem érdekel, mert sokkal egyszerűbb a hergelés. Miközben egyébként tényleg rohadt nehéz a helyzet. És tényleg, aki elment a benzinkutakra, az tudja, hogy rohadt nehéz. És akkor megint térjünk vissza a MOL-ra, mert hogy furcsa, nem? Talán mindenki látta többször, hogy lehet, hogy ha elmész tankolni, akkor amíg nem vezették ki az ársapkát, addig nem volt, utána meg aztán hirtelen lett. Ugye vannak ilyen dolgok is. Na mindegy, hát ez szerintem egy megoldást igényel, és van rá megoldás, segítek nektek. No! No! Isten mentsen ettől a megoldástól, az árnyék kormány. Na hát azt már észrevettük. Na de figyeljetek arra, hogy van egy hihetetlen politikus nő, most már asszony, mert férjes asszony, aki Magyarország érdekeit képviseli Brüsszelben. Ja, nem? Hát ő Cseh Katalin, aki összeállított magáról egy hihetetlen kis videót. Amikor 2019-ben megérkeztem az Európai Parlamentbe, döbbenten láttam, hogy az Unió mennyire kevéssé érti azt, ami Magyarországon történik. Te nem pofátlankodhatsz be mindenhová. Rögtön célként tűztem ki, hogy momentumosként Magyarország hangja leszek Európában, és Európa hangja Magyarországon. Bazdnek! A magyar demokrácia leépítése európai ügy. Az Európai Unió pedig csak annyira erős, mint amennyire a legkevésbé demokratikus tagállama az. Magyarország az Unió tagállama. Mi magyarok Európai Uniós állampolgárok vagyunk, az európai közösség tagjai. Így a jogainkat az EU-nak igenis védenie kell. Brüsszelben és Strasbourgban, 4 szakbizottságban, a parlament harmadik legnagyobb frakciójának vezetőségében kezdtük meg a munkát, hogy megmutassuk. Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. Atya Isten, beleszédülök ennyi hülyeségbe. Ugye milyen fasz a kis videó volt? Ez mindenkinek tetszett. Na de kezdjük azzal, hogy valószínűleg nem 4-5%-kal szokás Magyarország hangjává válni, de hát ő ezt is vállalja. Igazi kommunista tempó. Aztán azt is tudjuk, 2019 óta rettenetesen jól megtanultuk, hogy ez a némber, ez mindig csak gáncsolja a saját hazáját. Rimánkodik. Fenyeget, ha kell, hogy Magyarország nehogy pénzt kapjon. És erre még büszke is. És most itt tart, hogy arról beszél egyébként még máskor is, hogy nehogy engedjék lopni a fideszeseket, miközben 5 milliárd forintot kapott úgy az Uniótól, hogy azután bizony kőkeményen megy a nyomozás, és még nincs vége. Te utolsó kis szuka! Úgyhogy ezek a remek emberek, és ezek büszkék is arra, hogy hazaárulok. Büszkék arra, hogy saját hazájukat másoknak szinte ingyen, 30 ezüstnél kevesebbért is kiadják. Na de majd helyre teszi itt a dolgokat Kóros Lajcsi bácsi, mi pedig teljesen elszédültünk. Említettem azt, hogy éheznek és fáznak az emberek. Fáznak azért, mert a háztartási energia a KSH mérése szerint 65,9%-kal drágult benne, a vezetékes gáz 124,3%-kal, a tűzifa több mint 60%-kal, a palackos gáz 52,1%-kal, az áram pedig 28,3%-kal. Azt mondom, itt valami bűzlik. Nos, láthatják, az MSZP nem csak a problémákra világít rá, hanem megoldási javaslatokat is tesz. Éppen ezért megismétlem, minimum 20%-os januári nyugdíjemelésre kell sort keríteni.
Minden nyugdíjasnak, akik az átlag alatti nyugdíjjal rendelkeznek, biztosítani kell a fűtési szezonba havi 10.000 forintos rezsiutalványt. A Hapsi egy jelentéktelen szürke senki. Na, mit szóltok ehhez a remek emberhez? Hát azért, Lajcsika, a statisztikák még mindig nem a te világod. Mert emlékszünk arra, hogy 2016-os statisztikát voltál képes Covid statisztikaként eladni, és egyébként akkor még ne is beszéljünk arról, amit az A-mentőssel csináltál, és utána van pofát kiállni és okoskodni. Meg ez a proli tempó, hogy léheznek és fáznak az emberek. Ti nem tudtok ebből kijönni, ugye? És ha már statisztika, azt azért elfelejtetted mondani itt a nagy okoskodás és számok mellett, hogy nem tudom, milyen emelésekről beszélsz amúgy, mert nem tudom, honnan veszed, mert valószínűleg ebben is hazudsz, bár a KSH-ra hivatkozol, de hogy azt mégis elfelejtetted mondani, hogy az emberek 77%-a, 77%-a még mindig a rezsicsökkentett gázárat számlázzák ki nekik, valamint a 68%-uk az áramból is a rezsicsökkentettet kapja. Tehát akkor minek kell össze-vissza beszélni, mikor egyébként tényleg nagy a baj. De amúgy, ha már nyugdíjasokról beszélünk, ki volt az, aki elvette a 13. havi nyugdíjat? Hát persze, hogy ti, büdös komcsik. Büdő gyalázat, lát! És akkor azt mondod, hogy az MSZP nem csak a problémákra világít rá, hanem van megoldása. Megoldása. Az, hogy benyöksz valamit, hogy 20%-kal kell emelni. Na de ez nektek a megoldása, hogyan a háttér, az nem, az nincsen meg. Úristen, ti akkor is szétcsesztetek mindent, amikor nem volt válság. Szóval összefoglalva ezt az egész gusztustalan szemétséget a látható problémák mellett, az ellenzéknek egy dolog fontos, hogy magyaroknak, a magyar embereknek minél rosszabb legyen. Ezért képesek tényleg elárulni a saját hazájukat. Ha külföldről küldenek lóvét, akkor meg még jobb. De az egész csak erre megy ki. Brüsszelben olyan dolgokat szavaznak meg, ami csak a saját magyarjainknak rossz. És akkor erre még büszkék is. Tényleg ezek az emberek ilyenkor, amikor gond van, akkor világlik ki, hogy ki az igazi hazaáruló, ki az, akinek az a jó, ha itthon rossz. És ilyenkor tényleg sokkal jobban világít a fekete lelkük. Szóval ez volt már a karanténvlog. Gyászos hangulatban, de azért mindig reményekkel teli. Úgyhogy jövő héten ismét találkozunk, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára a YouTube-on. Karanténvlog, itt vagyunk, és jövő héten folytatjuk a furkóskodást. Közeledik a karácsony, reméljük lesz egy-két jó téma is. Ti pedig vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, sziasztok!